Fölfedeztek egy spéci krémet, amivel el lehet mulasztani a pattanásokat. Ez a Clearazin. Éjszakára magadra kened, és mire fölébredsz, jó esetben már nincs egy pattanásod, se érted? Allergiás lettem a Clearazinre, amitől szóval a pattanásai megduplázódtak. Na tehát, ott voltak a makeszok, de az még mind semmi. Ezen kívül mi is volt még? Ja igen, igen, kiállt a fogam. Tudod? Így, így. Igen, kiállt a fogam. Látod? Így. És fogszabályzót kellett hordanom. A suliban csak úgy hívtak, hogy Rozmár Robi. Mindenki tudta, mit ettem előtte valónak, mert mindenki lógott a számból. Legalább egy fél óra kellett, hogy kipucoljam a fogamból a kaját. Tudnélik, egy gumipánt is volt a fogszabályzón, tudod, mint a csúzli. Ki tudtad húzni, aztán puff, telibe a tanár pofáját. Csoda, hogy bárki megértett, úgy tele volt az egész pofám. Szóval nem igaz, hogy tele volt pakolva fogszabályzóval meg a gumipánttal. Na, aztán amikor ezeket végre levehettem, hát képzelheted, mi volt a szobámban. Mindenütt elhasznált gumipántok, meg ez a pattanás elleni krém, a Clearazin. Na szóval akkor eljött az idő, hogy az izmokat megerősítsék a szememben, ugyanis bandzsa is voltam. Akkor az jött, hogy különben tudod, mi az, hogy bandzsa? Tudod, helyes. Na szóval ültem minden reggel az ágyamon, és ezt csináltam. Öregem, egy teljes kört leírva, legalább 45 percig, érted? Persze anélkül, hogy a fejemet megmozdítottam volna, hogy visszaálljon az izom, hova kell neki. Ha valaki azt mondja, ez egy kaliforniai srác, mindenki azt hiszi, hű, ott csak szép, szexis emberek vannak. Én meg tele voltam makeszokkal. Ja, és dadogtam, és erről még nem is meséltem. Nem bírtam kiejteni a magánhangzókat a szó elején, úgyhogy folyton azt mondtam, kérek két hamburgert, mert az egyet azt végképp nem bírtam kimondani, amiből az következik, hogy marhadagat voltam. Na, és akkor arról még nem is beszéltem, mi történt, amikor levetköztem. Tele voltam valami nagyon különleges izével, hogy is hívják, na, szóval ilyen bőrkiütéssel a combomon, tudnélik, én katolikus iskolába jártam. Te tudod, Jim, milyenek a katolikus iskolák? Alice nővér? Mária nővér. Na szóval volt ott egy atya, Félix. Az volt a mániája, hogy sose volt szabad lenézni az alsó testedre, amikor fürödtél. Úgyhogy én nem is néztem oda egészen 15 éves koromig, amikor persze elájultam, érted? Fogalmam se volt, hogy mi ez az egész, úgyhogy attól kezdve két alsógatyát vettem föl egyszerre, nehogy véletlenül kilátszódjon. Sőt, még jéger alsót is húztam, meg amit akarsz, amitől persze csak rosszabb lett, mert ahogy jártam, minden összedörzsölődött. Szóval volt a dadogás, meg a fogszabályozó, meg a bandzsaság. És akkor a krémről még nem is beszéltünk, amit oda is fölkentem. Na mindegy. De volt még valami ezen kívül, mi is... Ja igen, a rák! Micsoda? Rákom volt 13 éves koromban. Azonnal elvittek a kórházba, azt hittem másnap már haza is engednek, aztán reggel arra ébredtem, hogy ott áll mellettem a pap, és adja föl nekem az utolsó kenetet. És akkor kiderült, hogy rákom van. 65 öltéssel varták össze a sebemet, olyan a hátam, mint egy vietnámi veteránnak egy hanoi bevetés után. Na szóval én így nőttem fel a napos Kaliforniában. Nem volt túl sok barátom. Várj, csak most látom, hogy jön a dagály. Azt nem nagyon csípem, mert víziszonyom van. Na, szedd össze a cuccot, ha megszárad benne a városban, majd találkozunk. Viszlát, Szivi!